Tisztelt miskolciak, köszöntöm Önöket ismét, Petruskó Norbert vagyok. Miskolcon is megkezdődött a tanárok, az óvónők, a bölcsödék dolgozóinak, illetve a szociális ellátásban dolgozók, a szociális munkások, idős gondozók tesztelése. A Miskolci Önkormányzat fenntartásában működő otthonok munkatársainak tesztelését a város már korábban saját forrásból megvásárolt gyors tesztekkel megkezdte. Most azonban a kormányzati intézkedésekkel összhangban a Borsodabaúj Zemplén megyei kormányhivatallal együttműködésben őket is újra letesztelik. A tesztelendők és a vizsgálati helyszínek nagy száma miatt a kormányhivatal munkáját az önkormányzat saját gépjárműveivel segíti. Arra kérünk mindenkit, hogy akinek lehetősége van rá, vegyen részt az ingyenes tesztelésen. Az elmúlt hetekben a kormányzati intézkedéseknek megfelelően a közterületeken is kötelezővé vált a maszkviselés. Miskolcon ebben a kérdésben a lakosság védelme érdekében szigorú szabályozás lépett életbe. A parkok és nagyobb zöld területek kivételével valamennyi közterületen kötelező védőmaszkot viselni. Az első hetek tapasztalatai azonban továbbra is rosszak, mind a maszkviselés, mind a kijárási tilalom betartásával kapcsolatban. A legtöbb szabálytalanságot pedig továbbra is az újgyűri főtéren tapasztalták az ellenőrzést végzők. A szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke, hiszen továbbra sincs sem vakcina, sem biztos gyógymód a koronavírus fertőzésre. Éppen ezért a védekezés egyetlen módja továbbra is a védelmi intézkedések betartása. A távolságtartás, a rendszeres kézmosás és fertőtlenítés, illetve a védőmaszk viselése. A maszk elsődleges célja az, hogy ha a viselője fertőzött, de nem tud róla, ne adhassa tovább másoknak is a kort, hiszen megakadályozza a nyálcsöpekhez tapadt vírusok kijutását a levegőbe, így tehát elsődlegesen nem a viselőjét védi a fertőzéstől, hanem a közösség valamennyi többi tagját. Ha azonban mindenki visel maszkot, akkor szinte egyáltalán nem, vagy csak alig kerülhet ki kórokozó a levegőbe, így pedig a maszk közvetetten viselőjét is védi. Aki maszkot visel, az törődik másokkal, hiszen sohasem lehet tudni, hogy akikkel találkozunk mindennapi tevékenységünk során, azok között nincs olyan krónikus beteg vagy olyan ember, akinek valamilyen okból legyengült az immunrendszere, és akire akár halálos is lehet a fertőzés. Ezért fontos, hogy figyeljünk oda egymásra, viselkedjünk felelősségteljesen, és tartsuk be a védelmi intézkedéseket. Az jól látszik, hogy a vírus terjedése az elmúlt hónapokban felgyorsult, és a halálos áldozatok száma is jelentősen megnőtt. A szakemberek szerint pedig a vakcina megjelenéséig egyelőre csak így lassíthatjuk ismét a járványt. Vigyázzunk egymásra továbbra is!